Néhány elszánt lakos, pár kézi fecskendő és egy vizes lajt. Így indult el a szervezett tűzvédelem Makón 1884-ben. A 140 évvel ezelőtti megalakulás emlékére csütörtökön a tűzoltó laktanyában ünnepséget szerveztek. Balog Róbert alezredes parancsnokstábunknak kifejtette, a kezdetekben a Városháza udvara volt a szertára az elődeiknek, majd később átkerültek a mai Makovec téren lévő önkormányzati épületbe. A jelenlegi laktanyájukba 1996-ban költözött át az 50 fős állomány. A parancsnok azt is elárulta, hogy ő több mint 25 éve választotta ezt a szép, de veszélyes hivatást. 1999-ben szereltem fel tűzoltónak, tehát most már most több mint 25 éve. Igazából ez a második munkahelyem, nem kimondottan vándormadár típus vagyok. Igazából miért szereltem föl 32 évesen tűzoltónak? Megfogott ez a munka, megfogott a millió, ismertem jó néhány tűzoltót az akkori állományból, és az sem titok, hogy itt adtak nekem lehetőséget tanulni, és én meg úgy tűnik, hogy éltem az alkalommal. A makóiak és a kistérségiek mindenben, mindenkor számíthatnak a hivatásos tűzoltókra, mondta elköszöntőjében Farkas Éva Erzsébet. A polgármester kiemelte, Balog Róbert parancsnokkal szinte napi munkakapcsolatban van az önkormányzat. Nem csak baj és veszélyelhárítás esetén fordulhatnak az egyenruhásokhoz bizalommal, hanem számos városi rendezvény vagy egyéb civil program kapcsán is. Ma, amikor az elmúlt 140 év hőseire és eseményeire emlékezünk, köszönetet mondunk mindazoknak, akik megteremtették azt a biztonságot adó érzést és meggyőződést, hogy Makó városa mindig számíthatott, és nap mint nap számíthat a tűzoltók önzetlen szolgálatára. Köszönjük a múlt és a jelen minden egyes tűzoltójának, önkénteseknek és hivatásosoknak, hogy közösségünkért dolgoznak. A csütörtöki ünnepségen elismeréseket és díjakat is átadtak. Elsősorban azokat a tűzoltókat köszöntötték így, akik nagyon sokat tettek a város és térségének, vagyis 45 ezer embernek a biztonságáért. A rendezvényen a Kis Zombori Dózsa György Általános Iskola diákjai verseket szavaltak.